Köszöntöm Önöket, a mai műsorban is lesz programkavalkád, zene, de mindezek előtt egy jó hírrel kezdjük a sort. Balázs Attila nyerte 2017-ben a 35. Magyar Sajtófotó Pályázat nagydíját, a Maguk közé Down-szindrómás iskolásokat befogadó osztályközösség című sorozatával. Gratulálunk, és ezúttal köszöntelek téged, Attila. Köszönöm szépen. Mikor volt a díjátadó? Egy pár napja, ha jól tudom. Március 20. Vége 27-én, igen, nem emlékszem pontosan. Viszont a hír az már nem mostani, az már jóval korábban lehetett tudni, hogy ugye te vehetted át. Igen, a sajtótájékoztatója valamikor január végén volt, akkor derült ki. De hát azóta eltelt nagyon-nagyon sok minden. Mesélj erről a sorozatról. Hol készültek a fotók, illetve mennyire volt nehéz ezt a fotósorozatot elkészítened? Nyíregyházán készült, a Vécsei Károly Általános Iskolában. Az akkori első A-osztályban, ami most második A-osztály, és van 15 kisdiák, van egy osztályfőnök, Katika, és van egy tanárnő, Anett, és van egy pedagógiai asszisztens, akik nagyon áldozatkész és nagyon odaadó munkával segítik a két kisdiák, Pepe és Nándi beilleszkedését az osztályközösségbe, ami pillanatok alatt megtörtént, mert ebben a korban, hál' Istennek, semmiféle előítélet nincs a fiatalokban, tehát úgy élik az életüket, mint bármely teljesen normális osztályközösség. Remélem, nem kellemetlen a kérdés, de neked nem volt előítéleted így ezzel a helyzettel, hogy akkor te most odamész, ezt megörökíted, ezt most megcsinálod? Nem, nekem semmilyen helyzettel nincs előítéletem, de egyébként sincs, de egyébként ezzel a helyzettel meg aztán végképp nincs. Mm. Tehát én egyébként is azokat a helyzeteket szeretem, ahol az emberi reakcióknak van terük és lehetőségük, és gazdagon megnyilvánulni, és ez nekem abszolút tetsző volt, úgyhogy semmiféle előítéletem nem volt. Könnyű ezeket a pillanatokat megtalálnod ennyi év után? Hát a jó pillanatokat, azokat mindig nehéz megtalálni. Én jó pillanatoknak azokat nevezem, amikor az adott közösség tagjai, vagy mondjuk a Down-szindrómával élők, magukra ismernek, és azt mondják, hogy igen, az ő állapotukat sikerült olyan érzékenyen bemutatni, hogy az emberi méltóságot megőrizve, de mégis mindenki számára egyértelműen mutatja be az ő helyzetüket. Azt gondolom, hogy így bemutatni, hogy a főszereplők számára is egyértelmű legyen, és ugyanazt jelentse, mint bármely más befogadó számára, szerintem így nehéz megörökíteni. Valamit lefényképezni csak úgy, az végtelen egyszerűen, mert meg kell nyomni a gombot, de azt a pillanatot megvárni, és azokat és azokba a szituációkba beilleszkedni, ahol ezek a pillanatok megtörténnek, az egy nagyon időigényes folyamat. Mennyi időt töltöttél ezzel az osztállyal? Tehát ez úgy volt, hogy kimentél, és akkor ott voltál egy órát, vagy ezért ez hosszú órák, vagy akár napok munkája volt? Tehát így indult, hogy kimentem, ott voltam egy órát, és aztán másfél hónapon keresztül 68 alkalommal mentem vissza az osztályba. Azt a mindenit. Másképp nem lehet, mert elvontad a figyelmüket esetleg, és szerettél volna jobban beilleszkedni közéjük is akár, hogy eltűnj és megörökítsd azt a pillanatot, ami tényleg amúgy nélküled is megszületett volna? Igen. Tehát én igyekszem mindenhová úgy megérkezni, mint hogyha én mindig is odaadó lettem volna, és igyekszem mindenhonnan úgy eljönni, hogy oda vissza tudjak menni. Hát kellett ez több ilyen, mint 60 alkalom ez akkor. 6-8, ja, bocs. 6-8, bocsánat, kötőjele. Tehát az, hogyha valaki azt el tudja érni, hogy valahol úgy ott tudjon lenni, mintha mindig is odavaló lett volna, Akkor szerintem onnantól kezdve nem kell elbújni, meg nem kell úgy viselkedni, mint hogyha nem is lennék ott, mert teljesen egyértelmű, hogy ott vagyok, csak éppen nem vagyok érdekes semmilyen szempontból. Aktualitása is van a mai napnak, egy önálló tárlat nyílt meg,
neked. Pontosan hol és meddig látható ez a kiállítás? Budapesten, a Mai Manóházban, a Nagymező utcában, a Fotófesztivál keretében, a Budapesti Fotófesztivál keretében ma nyílt meg a Mi vagyunk azok címmel egy kiállításom, ami június 4-ig vagy 7-ig látható, most nem emlékszem pontosan. Miről szól ez a kiállítás, ez a tárlat? Milyen képeket válogattál? Olyan ismerősökről készült képeket válogattam össze, akiket, tehát akiknek a portréit, vagy azokat a helyzeteket, ahol ábrázolom őket, mindenki valamennyire ráismerhet valakire a környezetéből. Ezért lett a kiállításnak az a címe, hogy Mi vagyunk azok. Elképzeltem, hogy kik mondhatják azt, hogy mi vagyunk azok. Tehát, hogyha bekopog valaki egy ajtón, és nem tudod, hogy ki van az ajtó másik oldalán, és megkezded, hogy ki az, ha azt mondják az ajtó másik oldalán, hogy mi vagyunk azok, akkor nagyjából gondolod, hogy azok az ismerősök lesznek, akiket válsz. Ezek azok az ismerősök, akiket a kiállításon azok az ismerőseink vannak. Lehet, hogy egy kicsit bonyolultan mondom, de ha valaki megnézi a kiállítást, akkor rá fog jönni, hogy miről beszélek. Tehát azok az ismerőseink vannak ezen a kiállításon 25 fotón kiállítva, akiket nem úgy ismerünk, vagy csak látjuk őket az utcán, de tudjuk, hogy néznek ki, de a fogalmunk nincs róla, hogy ők kik. És nagyon... hogy sikerült összehoznunk? Különböző... Tehát ez tudatos volt, hogy akkor most elkészíted ezt a portré sorozatot, vagy ezt az elmúlt évekből válogattad össze, megalkotva? Az utóbbi, de most már fogom keresni ezt a tudatosságot. Az a helyzet, hogy az van, hogy az ember csinálja a képeket, ott van egy kis mennyiség, és aztán leülepszik valami belőle. De most már teljesen tudatosan keresem ezeket az embereket. Nem kell nagy dolgokra gondolni, egyébként tök hétköznapi képek, de én bízom benne, hogy aki végnézi, az ő maga is meglepődik, hogy igen, ezek az emberek is körbevesznek minket. Az utca emberei, különböző társadalmi csoportok tagjai. Remélem, hogy ezeket a képeket egyszer Nyíregyházára is elhozod nekünk, hogy nem feltétlen kell akkor Pestig utazni, de akkor június elejéig látogatható ez a tárlat. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, és gratulálunk. Én köszönöm szépen a meghívást. Önöknek pedig egy kis csemegével készültünk, fülbemászó dallamok, gyönyörű jelmezek, nagyszerű koreográfia, ez a Hello Dolly, a Móri Zsigmond Színház egyik legújabb darabja, Szente Vajk első nyíregyházi rendezése bizonyára a közönség kedvence lesz, a következő percekben egy kis ízelítőt láthatnak itt a víkendben. Mrs. Dolly Rival! Hosszú távú utcasarki átsorgásból származó viszerek, rövid távú megszüntetése hivatalos közegeknek féláron! Dolly Levi minden idők legjobb házasság közvetítője útra kél, hogy praktikáival összeboronálja a magányos nőket és férfiakat. Így kezdődik a Hello Dolly című musical, melynek premierjét 1964-ben tartották New Yorkban. A világ egyik leggyakrabban játszott történetéből nagyszerű film is készült, az évtizedek óta tartó sikernek a rendező szerint több titka is van. Az a titka a Hello Dollynak, hogy igazán emberi szerelmekről szól, és többféle emberi szerelemről szól, konkrétan négy pár boldogságáról szól, hogy hogyan lesznek boldogok, és arról is, hogy van egy nő, aki idejekorán veszíti el a férjét, és ez a férje, ez megtanította őt az élet szeretetére. És közben aztán kihull alóla, Dolly élete alól, és ő megpróbálja az őt körülvevő embereket megtanítani arra az élet szeretetre, amit ő a férjétől tanult. És mindeközben ő is sokat tanul ezektől az emberektől, akik botladozva, a szerelemtől botladozva próbálnak boldogságot keresni, és aztán mégis ő általa tudnak. Szóval mindenki kap a másiktól. Egyfelől ez a titka ennek a darabnak, másfelől az elragadó zenéje, ami tényleg korszakokat átívelően jó zene. Ez az első rendezése itt Nyíregyházán. Milyen volt a munka, illetve milyen a munka a társulattal? Ismertem a társulatnak egy nagy részét, mert Debrecenben dolgoztam, még színész koromban, mondhatom így, és nagyon sokat jártunk át nézni a nyíregyházi kollégákat, csináltunk közös előadást is, úgyhogy sokukat ismertem már akkorról, és volt két nagy kapcsolódási pontom, az életem két nagy kapcsolódási pontja, az egyik Horváth Margit, akivel én 10 éves koromban ismerkedtem meg, még Békés Csabán,
és rettentően szerelmes voltam belé, mint hogy ez most is így van. És a másik pedig Puskás Tivadar, aki pedig kollégám volt Debrecenben, és nagyon jó kollégám, és nagyon sokat lehetett tőle tanulni, úgyhogy nagyon örülök, hogy velük újra együtt dolgozhattam. És a fiatalokkal pedig nagyon gördülékeny volt a munka. Ez egy elég rendhagyó előadás. Egyszerre klasszikus, egyszerre tradicionális, és egyszerre rendhagyó. És úgy éreztem, hogy mind a kettőt a klasszikusságáért nagyon hálásak voltak, hogy természetesen kell játszaniuk, de másfelől pedig egy rettentő furcsa világ van, amit pedig úgy érzek, hogy nagyon élveztek. Horváth Margit, aki Dolly szerepét alakítja, korábban úgy gondolta, ez a karakter nem igazán áll közel az ő egyéniségéhez. Úgy gondolom, hogy sok színésznőnek álomszerep ez a Dolly. És önnek? Most lehet, hogy csalódást fogok okozni, de nem volt. Tehát Barbara Streisand annyira csodálatos volt, hogy eszembe nem jutott soha, hogy ez tény valaha. De tény, nagyon őszintén így gondolom, tehát nem. Meg azt is gondoltam, hogy nem az a karakter vagyok, szóval nem. De most, hogy csinálom? Tehát azt mondom, hogy ez mindent ver. Az összes eddig eljátszott ilyen zenés-női szerepemet, ez mind. Tehát színészileg, hangilag, tánc, tehát ez most tényleg így van. Tehát értem a jutalomjátékot is, hogy ez egy nagyon sűrű koncentrátum az elmúlt 25 év, amióta a pályán vagyok. Szóval ez egy olyan, és most tényleg érzem, igen. Tehát akik előttem vannak, azoknak tényleg azt tudom üzenni, hogy érdemes erre várni, mert ez egy csodálatos dolog ezt eljátszani. Csodálatos. Milyen karakter az, ez a Dolly? Hatalmas szívvel, kicsit őrült, bolond, de minden elfojtva, és akkor egyszer csak nagyon akar adni, segíteni, mindenre elszánt. Blöfföl, jól sülnek el a dolgok, hát életre való. Nem mondanám, hogy hasonlítok rá egyébként a civil életemben, de talán azért, mert nagyon szeretném, ha ilyen tudnék lenni. De majd hát, ha ez még az életbe ad nekem egy olyan erőt, hogy esetleg ott is tudok ennyire két lábon járni, és nagyon spiccel lenni, és mindig úgy tenni, mondani, akkor ott azt, amit éppen kell. Horász van der Gelder, a Dúsgazdag üzletemben szerepét Puskás Tivadar játssza az előadásban. Én vagyok van der Gelder úr, aki nem nagyon szereti már a hölgyeket, ellenben meg kell, hogy nősüljön, mert érzi, hogy közeledik a vég, és magányos lesz, és nincs ki rá főzzön, mosson, takarítson. Vagyis kell egy asszony neki. A Dolly az, aki mégis becserkészi ezt a férfit, és megtalálják egymást öregkorukra. Hát az öregkoruk persze idézőjelben van. Ez egy legendás előadás, egy legendás film. Ön szerint milyennek a titka, hogy ennyire 60-as évek eleje óta siker mindenütt a világon? Hát nyilván egyrészt a zenéje, tehát az egy csodálatos zene, amit sokszor lehet hallani, és Barbara Streisand, aki játszotta, tehát ő azért, meg a Walter Matthau. Én azt hiszem, hogy a koreográfia is akkor még egész kortárs volt és korszerű. Tehát ez egy reveláció volt, amit abban csináltak, és ez fennmaradt. Itt a Margit játsza, Horváth Margit, ugyanolyan nagyságokkal, mint Barbara Streisand, tehát remekül csinálja, remekül énekel, táncol, és remekül játsza a szerepét. A Rétközi Múzeum is különlegességekkel várja az érdeklődőket, erről beszélgetek a múzeum igazgatóval. Szép napot kívánok, Mária! Hasonlóképpen én is önnek. Nagyon sok mindent lehet megtekinteni Kisvárdán, folyamatosan szépül, újul a település, gondolom a múzeum is. Meséljen arról, hogy mi az, ami önöknél megtekinthető, akár mondjuk állandó tárlatként, vagy most aktuálisan. Hát említett, hogy minden újul Kisvárdán, ez így van, újulnak az épületek, de maradjunk a múzeumnál, annak vagyunk a gazdái. Tehát az utóbbi 4 esztendőben mi a múzeumban folyamatosan építkeztünk, és a múzeum épületek kívülbelül megújult. Még van egy kis híja, talán majd az is meg lesz egy harmadik építkezési ütemben, de most nagyon büszkék vagyunk az épületre, talán azért is, mert olyan sokszor láttuk, hogy málik a vakolat, hogy az állaga hogy romlik napról napra, és most nagyon jó ezt megélni.
annyi esztendő után. A sajtóban már elég sokat írtak róla, nevezték ékszerdoboznak, sok szép jelzőt aggattak rá, és én azt hiszem, hogy igazuk volt, én mindegyiknek örültem. A Kisvárdai Múzeum ugyanis a Kisvárdai zsinagógában van, és ez az épület most kívülbelül gyönyörű, és ez az első és legnagyobb műtárgya ennek a múzeumnak, tehát én biztatnék mindenkit, hogy aki nem járt arra, jöjjön el, nézze meg. Remélem, hogy tetszeni fog, sőt nem csak remélem, tudom, hogy tetszeni fog. A múzeumban meg lehet nézni természetesen kiállításokat, hiszen múzeum kiállítás, tehát ez a profil, ez jut mindenkinek az eszébe. Az állandó kiállításokról én nem beszélnék, az, ha kijön valaki Kisvárdára, és nem véletlenül fog kijönni, eljönni, mert az a mondat, hogy hát véletlenül Kisvárdán jártam, az nem igazán hangzik el. Célzatosan lehet, és én azt mondom, hogy célzatosan is kell oda látogatni. Az időszaki kiállítások és minden egyéb rendezvények. Hát vannak, szép számmal vannak. A kollégáimmal azt szoktuk mondani, hogy ha csak a napokat, tehát a szakma által megjelölt napokat megrendeznénk, akkor egy ilyen, hát jó értelemben vett vidéki területi múzeumban az is elég volna egy esztendőre. Vegyük számba akkor ezeket a napokat, tehát kezdődik mindjárt a májusban kezdődik a múzeumok majálisával, akkor utána jönnek a régészeti napok, akkor utána a múzeumok éjszakája, azt mindenki tudja, júniusban, és akkor szeptemberben ott vannak a kulturális örökség napjai, és akkor októberben pedig a múzeumok őszi fesztiválja. Ezekhez mind-mind csatlakozik mi az önök szoktunk, múzeuma? Igen, mi csatlakozunk ezekhez. Úgy gondoljuk, hogy nem mindig csatlakoztunk, de az utóbbi időben stabilan csatlakozunk az összes programhoz, főleg a kulturális örökség napjaihoz azóta is a régészeti napokhoz, amióta az épületünk is megújult, van amit mutogatni. Igen, szoktunk csatlakozni ezekhez mind különböző programokkal. Hát akkor kezdhetnénk mindjárt az elején az összes programot, mert hogy ez itt a reklám helye is, hogyha én ezt jól értem. Akkor tehát talán az első, ami most látogatható, az a tavaszi tárlat. A tavaszi tárlatnak az az érdekessége, ez most hogy március végén nyitotta meg ez kapuit, így van, ugye? Március utolsó napján nyitotta meg kapuit, és én teljes szívvel reklámozom, ha bár nem a Rétközi Múzeumba kell bejönni ahhoz, hogy a tavaszi tárlatot megtekintse valaki. Ez már megérte a 25. jubileumi évfordulóját, és azt gondolom, hogy ezt a számot kimondani önmagában is eléggé nagy dolog. Tehát boldogok és büszkék vagyunk, és méltóképpen megünnepeltük. És ez a tárlat az ott alkotó művészeknek a munkái. Ez így van, a Kisvárdán, Kisvárda környékén, sőt tovább mentünk, meghívtuk a megyebéli művészeket, sőt annál is tovább, tehát itt felvidéki kárpátaljai és erdélyi művészek is részt vehetnek, és részt is vesznek, és a Művelődési Házban, a Kisvárdai Várszínház és Művészetek Házában van most. Ez egy ilyen ingázó tárlat. Elkezdődött annak idején a Kisvárdai Várszínház és Művészetek Házában, utána a múzeumban, múzeum is helyet adott a tárlatnak egy ideig, és 2008 óta ismét visszakerült, de a rendezői, szervezői ugyanazok, a Rétközi Múzeum, a Kisvárdai Várszínház és Művészetek Háza és az első kisvárdai képzőművészeti műhely. Hogyha valaki megnézi ezt a tárlatot esetleg most áprilisban, vagy esetleg májusban is még, és azt mondja, hogy na, van még időm, hogy megnézem a zsinagógát, megnézem ténylegesen a Rétközi Múzeumot, akkor ott mit ajánlana esetleg a következőkben? Csak azért is mondom, mert 2 percünk van, így jeleznek a többieknek. Igen, hát úgy néz ki, hogy én szószátjár vagyok, úgyhogy akkor gyorsan végig mondom. Most jelenleg, mivel Szent László év van, nekünk egy Szent László legendáról szóló poszter kiállításunk van. Május az egy nagyon teli hónap lesz, májusban vannak a régészeti napok, ez egy jó program lesz nálunk. Józsa Andrást és Somogyi Rezsőt fogjuk bemutatni. Előadást tart Istvánovics Eszter, a Józsa András Múzeum tudományos titkára. Józsa Andrásról itt különösebben semmit nem kell mondanom, és Somogyi Rezső Kisvárdának egy ugyanolyan figurája és nagyformátumú alakja volt. Gyógyszerész, amatőr régész, Józsa András barátja, csak ő kevésbé ismert. Iskolát neveztek el róla, és az ő halálának a 100. évfordulója adta az apropót, hogy most épp ez legyen a régészet napján. Júniusban megyünk a 20-án a majálisra. Hát egy idő óta részt veszünk a Várkertben, a Nemzeti Múzeum által rendezett múzeumok majálisán. Ez egy kicsit olyan, hogy ott dolgozunk, szórakozunk, ismerkedünk,
és ez egy jó értelembe vett magamutogatás, de mi úgy látjuk, hogy megvan ennek az eredménye, mert volt már olyan látogatónk, aki kizárólag azért jött el, mert olyat tudtunk neki mutatni vagy mondani a Majálison, én nem is tudom. Van egy szomorú megemlékezés is május utolsó két napjában, ez a kisvárdai holokauszt áldozataira való emlékezés, ez évfordulóhoz és konkrétan dátumhoz kötött. Az idén egy fotókiállítással és egy könyvbemutatóval emlékezünk, ez tulajdonképpen a városi rendezvény is. A fotókiállítás az Tóth Ábri Péternek a Zsidó pillanatok című kiállítása, és a saját kiadványunkat mutatjuk be, egy zsidó temetőkről szóló Csutkai Csaba fotoművész által, nyíregyházi fotoművész által létrehozott fotóalbumot, ahol szétoszlik a világosság, ez a címe. Ezt természetesen meg is lehet vásárolni, ez 6 zsidó temető fotóit, tehát zsidó temetőben készült fotókat mutat be, Kisvárda és Nyíregyháza is köztük van, ajánlom a nagy érdemű figyelmében. Rengeteg mindent ajánlok. Ez csak és májusig jutottunk el. Májusig, meg igen. Egy-két júniusi időpontot még úgy megpendített. Múzeumok éjszakája, a múzeumok éjszakája az még június. Csak akkor jön, úgyhogy hihetetlen programkavalkád lesz tényleg Kisvárdában. De szeptemberben is lesz, és szeptember örökségi napok. Hogy még június előtt nekünk találkozni kell, hogy a júniusi és következő programokat is tudjuk promotálni. Remélem, hogy találkozunk. Én nagyon szépen köszönöm, hogy öregbítette a Rétközi Múzeum nevét és Kisvárda nevét is, és akkor nyáron visszavárjuk mindenképpen. Úgy legyen, én köszönöm. Önöknek pedig egy érdekes kis összegzéssel készültünk, hiszen Értékes Esték címmel programsorozat indult, azt hiszem 2 évvel ezelőtt Nyíregyházán. Legutóbb Demarcsek György beszélgetett a nyíregyházi Móri Zsigmond megyei és városi könyvtárban. Erről láthatnak most egy összefoglalót, no meg a Nyírségtánc együttesről. A 43 éve működő hagyományőrző közösségről, a Nyírségtánc együttesről mesélt Demarcsek György művészeti vezető kedden délután Nyíregyházán. Az örökös aranysarkantyús táncos kiemelte, elsődleges feladatuk a néptánc népszerűsítése. Maga a néptánc az önmagában egy érték, hiszen ha kimegyünk az utcára, vagy bekapcsoljuk a televíziót, akkor ezzel a folklórral már tulajdonképpen nem találkozunk. Amivel találkozunk, az a mai folklór, az majd 100-200 év múlva lesz majd az akkori emberek számára a népi folklór. Ugye mi tulajdonképpen a magyar parasztságnak az évszázadok alatt kikristályosodott táncait, zenéit, hangulatát, életérzéseit, énekeit, dalait őrizzük, és hát mi elsősorban persze a táncokkal foglalkozunk, zene nélkül nem megy, meg dalolás nélkül sem, úgyhogy ebből is fogunk most majd részleteket bemutatni. A Nyírség Tánc Együttes 1974-ben alakult, tulajdonképpen egyszerre két együttes alakult ebben az évben Nyíregyházán, az egyik az akkor még Besenyei György Tanárképző Főiskola táncegyüttese, a másik pedig egy Nyírség Tánc Együttes nevű szövetkezeti táncegyüttes az ipari szövetkezetek keretében. Egy darabig ennek a két együttesnek külön futott a pályafutása, majd amikor engem visszahívtak tiszavasvári nevelő tanárságomból, hogy vezessem a Kiszöbnek a Nyírség táncegyüttesét, miközben táncoltam a főiskolai táncegyüttesben, ekkor ezután egy-két évvel 1983-ban úgy döntöttünk, hogy legyen ennek az összevont táncegyüttesnek a neve Nyírség táncegyüttes, és a továbbiakban így működjön. Tehát 1974 óta működünk, illetve 83 óta van ez a felállás, hogy a két társulat egyesült, tehát persze azóta mi is ugyanolyan városi együttes vagyunk, mint a többi, és rendkívül büszkék vagyunk arra, hogy immár 43. éve működünk. Tehát ez az egyik büszkeség, na de persze ez nem, hogy mondjam, büszkeségre adok ott, de hát ez tulajdonképpen ez semmi, hogyha valaki 40 évig, 50 évig, 100 évig működik, hiszen az a lényeg, hogy ez alatt mit csinál, mit hozott létre, milyen szakmai munkája van, milyen hagyományőrző munkája van, milyen közösségeket tudott építeni. Azért mondtam többes számban a közösségeket, mert hogy ugye itt az évtizedek alatt sajnos, amit már én is eltöltöttem az együttesben, nagyon sokféle fajta közösség alakult ki, hiszen a táncosok előbb-utóbb mindig abba hagyják, és mindig kezdődik előről. Hát most is egy ilyen nemrég abba hagyott, éppen újjáépített táncegyüttest fognak itt látni majd a nézők az Értékes Estéken is. A
klasszikus zenekar kísérte a Nyírségtánc együttes lányait az interaktív előadásra megtelt a Móri Zsigmond megyei és városi könyvtár kamaraterme. A Nyírségtánc együttes munkássága 2015-ben mint nemzeti érték került a nyíregyházi települési értéktárba. Jelenleg több mint 25 értékünk van már, és várjuk a városlakók további javaslatait, hiszen Nyíregyháza egy olyan gyönyörű város, ahol rengeteg helyi értéket találunk, a szobrokon keresztül épületek, és nem beszélve a környezeti szépségekről, mint a Sóstóerdő, az állatpark, a gyógyfürdő, és még hosszan lehetne sorolni. Ahhoz, hogy ezek az értékek bekerülhessenek az értéktárba, mindenféleképpen egy városlakónak kell ezt javasolnia, ezt a kezdeményezést meg kell tennie. A nyiregyhaza.hu/értéktár oldalon minden fontos információt ezzel kapcsolatban megtalálnak, tehát a javaslat tételnek a menete, milyen dokumentumok, nyilatkozatok szükségesek a értéknek a benyújtásához, ezt a bizottság elbírálja, hogyha úgy dönt, hogy valamilyen dokumentum még szükséges az elfogadásához, akkor felszólítja a javaslattétevőt pótlásra. Ezt mindig örömmel meg szokták tenni, és akkor ezután 90 napja van a bizottságnak eldönteni, hogy bekerül az értéktárba vagy nem. Várjuk nagyon a javaslatokat, hiszen az értékes esték programsorozatunk úgy teljes, hogyha minél több javaslat beérkezik. A nyíregyházi értékeket az értékes esték programsorozat mutatja be hónapról hónapra. Legközelebb a Magyarok Nagyasszonya Társszékesegyházba várják az érdeklődőket, május 16-án 16 órakor. We'll be right back.